Több mint 100 migráns várakozott szerda este a Horgost Röszkével összekötő vasúti sínnél, amikor kivonultak a helyszínre a magyar és a szerb határőrség, mint egy 20 fős egységei. A Jobbik aktivistái tiltakoztak a migráns áradat ellen. A határőrök azonban sorfalat álltak, és visszaküldték a migránsokat és a sajtó képviselőit a határmenti Horgosra. Közben újabb buszok érkeztek a falu szélére. A rendőrök is jelen voltak felügyelni a terepet. Amíg a migránsok a sínek mentén várakoztak, egy nemzetközi orvoscsapat, az Orvosok Határok Nélkül Egyesület tagjai ellátták a sérülteket és a betegeket az utcán kialakított alkalmi rendelőjükben. Mainly we have some muscular pain, skeletal injuries due to long travel, which are exhausting. Some of the migrants are traveling from weeks or months, many of them sleep outside, so the floor is hard, as we say. So and the night are becoming cold and the day very hot, so we have common colds. A horgosi helyi közösség tanácselnöke Bacskolin István arra panaszkodott, hogy az 5700-as létszámú falu nem tud már mit kezdeni a naponta érkező több száz menekülttel, illetve maguk után hagyott szeméttel és ürülékkel. A mögöttünk látható két konténert ma háromszor ürítették ki, tehát azt jelenti, hogy ha háromszor ürítették ezt a kettőt ki, az 6 köbméter szemetet szedtünk össze. Tegnap délutántól ma reggel körülbelül 8-10 óráig. Ez mellett az a rengeteg emberi ürülék, az a rengeteg emberi vizelet, amit a vasútparton végig a határvonalig a körülbelül 2 kilométeren húzódó távon naponta termelődik. Ennek az illatát most is lehet érezni. Nappal, amikor 35 fok meleg van, akkor ez praktikusan elviselhetetlen. A migránsok közül senki sem vállalta azt, hogy kamera előtt beszéljen, féltve az Aleppóban vagy más szíriai városokban maradt családtagjaik életét. Egy óra várakozás után csomagjaikkal vágtak neki a zöld határnak.